Egy személygépkocsi parkolás közben véletlenül belecsúszott a Tiszába. Egy ember meghalt, egy megsérült, egy utast pedig elsodort a víz. Ezt szimulálták legutóbb a szakemberek a mentési gyakorlaton Vásárosnaményban, amelyet egy határon átnyúló projekt keretében rendeztek meg. Egy Európai Uniós pályázaton belül megvalósuló gyakorlat. 5 civil és 2 hivatásos testület közös pályázatáról van itt szó, egy ekópályázatról, ami tavaly indult. Első állomásaként Csengerben volt egy árvízvédelmi gyakorlat, és ez a második szakasza a projektnek. Itt egy vízből való mentés történik. A projekt harmadik részeként jégről való mentést hajtanak majd végre a szakemberek. Ilyen helyzetekben a mentőszervezetek mellett a Vöröskeresztnek is fontos szerepe van. Elsősegélynyújtást biztosít, főleg az önkéntesei segítségével, de nyilván a saját csapataival is, valamint pszichológiai segítségnyújtást ad a hozzátartozóknak, akiket azért, ha például egy balesetben valaki elhunyt, akkor az bizonyára nagyon felzaklatja, és a megnyugtatásukra sok energiát kell fordítani, hiszen hogy ne zavarják a izguló és kesergő, gyászoló hozzátartozók a mentők munkáját, tehát ezért őket segítségben kell részesíteni, és ha lehet, akkor a baleset helyszínétől, ahol a mentés folyik, kicsit távolabb kell vinni. Egy hasonló tragédia után a Vöröskereszt akár napokon vagy heteken át is foglalkozik a hozzátartozókkal, hogy könnyebben tudják feldolgozni a tragédiát.